Péterkém, szeretettel üdvözöllek, és nem tudom, hogy te tudod, de nekem az egyik kedvenc játékosom vagy, nem most, hosszú-hosszú évek óta, és borzasztóan, hihetetlenül boldog volt, amikor beszálltál Szombathely ellen. Szeretném, ha elmondanád te az élményeidet. Szombathely meccsről? Igen. Hát a Honvéd elleni héten sajnos beteg voltam, egy vírusos valami fertőzést elkaptam, sajnos a Honvédel nem tudtam játszani, és a Szombathelyi meccsen is előtte való héten nem edzettem péntekig, és az utolsó két edzésen vettem részt, úgyhogy az edzővel megbeszéltük, hogy inkább akkor leülök a kispadra, és ha kell, akkor beszállok. Mondta nekem, hogy próbáljak meg, hogyha beszállok, segíteni a csapatot feltüzelni, és mindenképpen gólra törően játszani, és úgy érzem, hogy ez így utólag azért ez sikerült. Légy szíves, öreg barátodnak áruld már, hogy tudsz, körülbelül 3 másodperc, hogy a pályára lépsz, ugye azt mondod magadból, hogy éljen, megérinted a füvet, beszaladsz, és onnantól kezdve 3 másodperc alatt, hogy tudsz felpörögni 100-ra? Hát azért egy játékos, hogyha aki futballozott, az szerintem saját maga kell, hogy felpörögjön, magát kell, hogy felkészítse a meccs előtt, vagy hogyha a padon ül, akkor a padon. Hogyha be kell szállni, akkor mindenképpen egyből 100%-ot tudjon nyújtani. Próbáltam én is úgy melegíteni, de hál' Istennek a szurkoló táborunk, aki amikor elmentem melegíteni, elkezdett kabát betizni, az nagyon sokat segített, és ezzel még jobban feltüzelt. Még azért azt a gólt, azt, mert én többször visszanéztem. Belevitted a 3-as csapdába a labdát, addig még emlékszem, és onnan mi volt benned, ott fönn a fejedben, meg a lábadban? Hát a Totyától kaptam egy remek labdát, pont jól sikerült így elszakadnom a Kuttor Attilától. A Totya nagyon szépen bejátszotta nekem a területbe, és megmondom őszintén, hogy a labda eléggé ilyen furán pattant, tehát nehéz volt átvennem, és ahogy át tudtam venni, egyből jobbra el tudtam tolni. Ott szerintem egy kicsit szerencsém volt, mert egy láb között, azt hiszem a Tóth Peti, a bal bekjüknek a lába között tudtam elvinni a labdát, és onnantól kezdve már arra koncentráltam, hogy a hosszú sarkot eltaláljam, tehát az volt bennem. A kaput nem is nagyon láttam, hanem inkább így ez így érzésből, mert elég sokan álltak előttem, úgyhogy nem nagyon tudtam így felnézni, meglátni, hogy hol a kap. Igen, és akkor onnantól jött a kabát fegyver. A kabát fegyvert azt én azért mondom így, mert onnantól kezdve már 3 őrzőt kaptál, és a 94. percig 3-an futottak, vagy 2-en legalább állandóan veled, bárhova mentél. Hál' Istennek, én is úgy érzem, hogy jó sikerült beszállnom, segíteni a csapatot, és ez a 3-1, én úgy érzem, hogy még nagyobb arányú is lehetett volna, mert a végén még nekem is volt egy nagy helyzetem, meg szerintem, hogyha jobban összpontosítunk, akkor nagyobb arányban nyerhettünk volna. Péterkém, utolsó kérdésem lenne, Zalaegerszegen már kezdőbe vagy? Játszol? Hát mindenképpen, igen, hát egész héten edzettem, úgyhogy már nincsen bajom, úgyhogy ha ez edző úgy gondolja, akkor mindenképpen. Nagyon sok sikert kívánok egyelőre Zalaegerszegre, és sérülésmentes bajnokságot kívánok neked. Köszönöm szépen a riportot.